A fokozott lakossági érdeklődés és kritikák miatt tartott sajtótájékoztatót a Salgótarjáni piac és vásárcsarnok felújítása kapcsán Fekete Zsolt polgármester, valamint a beruházást végző cég műszaki vezetője. A városvezető elsőként részletesen ismertette a projekt mérföldköveit, a pályázat benyújtásától kezdve a tervezésen át egészen odáig, hogy a közbeszerzést követően a nyertes céggel aláírták a vállalkozói szerződést, az pedig elkezdte a munkálatokat 2021 őszén. Fekete Zsolt hangsúlyozta azt is, az önkormányzat a teljesítéssel megegyezően folyamatosan kiegyenlíti a vállalkozó által benyújtott számlákat, valamint ellenőrzi a bejelentett alvállalkozók kifizetését is. Úgy gondolom, hogy önkormányzatunk mindent megtett és mindent megtesz azért, hogy a piac és vásárcsarnok felújítása befejeződjön és megfelelő minőségben elkészüljön. A kivitelezés várható befejezése 2023. november 30-a, így az épület használatba vételi eljárásának lefolytatás követően a városlakók, a salgótarjániak és a környékbeliek várhatóan 2024 első negyedévében vehetik birtokba a megújult vásárcsarnok épületét. Sajnos azt is el kell mondanom, hogy és amennyiben 2023. november 30-áig valami oknál fogva nem sikerül ezt a kivitelezést befejezni, akkor további lépéseket kell majd megtennünk. Kérdésünkre, hogy konkrétan milyen lépéseket helyeztek kilátásba a vállalkozó irányába, a polgármester hangsúlyozta jogi lépéseket és kártérítési igényt. Berki László, a piac felújítását végző Fordbau ZRT műszaki igazgatója, a sajtótájékoztatón elsősorban arról beszélt részletesen, miért halad lassan a kivitelezés. Mint minden ilyen felújítás vagy épületrekonstrukciós munkát természetesen a bontás és feltárási munkákkal kezdtük. Hát sajnos több előre nem várható és nem várt nehézségbe ütköztünk, akár a tető, akár a padló kivitelezése kapcsán. Sajnos a feltételezett, az előre feltételezett és a műszakilag kitalált technológiával egyik szerkezetet sem tudtuk kivitelezni. Ezzel kapcsolatban természetesen a föltárást, illetve az új technológiát és az új anyagok kiválasztását követően egy műszaki tartalomváltozást állítottunk össze és nyújtottunk be 2022. augusztusában, melyre a jóváhagyást nyilván a beruházást felügyelő szervektől ez év májusába kaptuk meg. Ez mellett természetesen, amit csak lehetett, végeztünk és végzünk a mai napig, jelen pillanatban is folyamatban van még egy műszaki tartalommódosítás, amely szintén a bontások során előkerült problémák, előre nem látható problémák miatt volt szükséges. Ez érinti a belső nyílászárókat, érinti a elárusító pultokat, amit például roncsolásmentesen nem lehetett elbontani, ezért javaslatot tettünk új asztalok beszerzésére. Tehát ezekkel a problémákkal küzdünk, de ezekkel küzdünk nap mint nap, a munkát amennyire ugye ezek a körülmények engedik, végezzük. Próbáljuk tartani azt a közös célt, amit a polgármester úr is említett, hogy ez év végére a munkálatok befejeződjenek, a próbaüzem és a műszaki átadás átvétel elkezdődhessen, és bármennyire is viszontagságos körülmények között vagyunk, de végül eredményesen befejeződjön ez a beruházás is. A műszaki igazgatót reagáltattuk azokra a lakossági észrevételekre is, amelyek szerint sok esetben csak néhány munkást, vagy akár egyet sem látnak a területen. Annyi ember dolgozik, és mindig is annyi dolgozott, amennyi az éppen aktuális műszaki tartalom megvalósításához optimális és elegendő. Mint említettem, természetesen addig, amíg egy nem látható problémát nem sikerül megoldani, és ha a dátumokra oda tetszett figyelni, ez... hát elég tág, ugyanis nem, itt nem egy
egy magánberuházásról van szó, hanem egy közbeszerzésről, és nem csak egy megrendelő és egy kivitelező közötti megállapodás, hanem a felügyeleti szervek, a közbeszerzési hatóság, stb. Engedélye is szükséges, ha egy indokolt műszaki tartalom módosítással az eredeti tervektől eltérünk. És mivel a tetőnél is ez volt, ez ahogy ugye itt a dátumok elhangzottak, tehát súlyos hónapok, sőt, amikor a műszaki tartalom módosítást benyújtottuk augusztusába, és a múlt hónapban megkaptuk a vagy előző év augusztusában, és a múlt hónapban megkaptuk, az alatt ezek a munkálatok egyszerűen nem végezhetők. Tehát amit lehet, azt végzünk, és végeztünk is. Ezekkel a véleményekkel, meg ezeket a véleményeket még nem nagyon tudom kommentálni, tehát ez egy zárt terület, ha innen valaki belát és megállapítja, hogy mennyire aktuális, vagy nem az ő dolga, de ki tudom jelenteni, hogy igen, munkaerő, hiány az építkezést nem akadályozta. Természetesen, mivel ezt a munkát 21. szeptemberében kezdtük. Nyilván a Covid is, és a háború is, és annak a negatív hatásai, amit az egész gazdaságra jelentettek, azokat nyilván piciben mi is megérezzük. Tehát sok nehezítő probléma volt, de ennek ellenére azt ki tudom jelenteni, hogy munkaerőhiány az nem volt, és nem fogta vissza senki a kivitelezést, sőt, elég sok olyan pontja volt az építkezésnek, ahol felelősséget mi vállaltuk be, hogy mégiscsak dolgozzunk. A piac felújítása tehát a tervek szerint november 30-áig kell, hogy befejeződjön, ellenkező esetben az önkormányzat jogi lépéseket fog tenni a kivitelezővel szemben. Erre az időszakra még a vásárlók és az árusítók türelmét kéri a városvezetés.